Kedves diákaim, a mai tájékoztatón kilépek egy kissé a digitális távoktatás köréből, és gimnáziumi gondjainkról szólok. Nehéz héten vagyunk túl, hiszen döntenünk kellett a nagyszámú hozzánk jelentkező, de hozzánk be nem jutó diák méltányossági fellevezéséről. Fájdalmas döntéseken vagyunk túl, hiszen nagyszerű diákok voltak, akik hozzánk jelentkeztek, mégsem tehettünk más. A 6 évfolyamos gimnáziumi 32 helyre háromszoros, a 4 évfolyamos gimnáziumi 28 helyre 8,5-szeres, az 5 évfolyamos nyelvi előkészítő 25 helyére 7-szeres, és az 5 évfolyamos szakgimnáziumi 19 helyre háromszoros volt a túljelentkezés. Tegnap éppen a bővítés ügyében jártam Szabó István püspök úrnál, hiszen ha továbbra is a jelenlegi felvételi struktúrában gondolkodunk, akkor a következő években legalább 6 új tantervet kell építenünk. A kivetítőn a következő évek tendenciái látszanak a jelenlegi struktúrában, azaz 6 évfolyamos gimnázium, 5 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnázium, 4 évfolyamos általános tantervű gimnázium és 5 évfolyamos szakmai tárgyakat, szociális és egészségügyi tárgyakat felvonható szakgimnázium, illetve technikumi osztályokban gondolkodunk, akkor bizony 2024-25-re már 20 tanteremmel kellene rendelkeznünk a jelenlegi 12 helyet. A létszámbővítésről szóló alapító okiratot és annak a módosítási igényét éppen ma adtam be a kormányhivatalba. Az érettségizőink tegnap megtekintették a dolgozataikat, és a javításra tett észrevételeik határideje még nem járt le. Valószínűleg azok a végzős diákjaink, akik nem tesznek szóbeli érettségi vizsgát, a már bejáratott Teams-en keresztül követhetik az elnöki tájékoztatást. A kormányhivatal kiadott véleménye szerint a jogszabály szerint a vizsgázók a tájékoztató értekezleten értesülnek az elnök által jóváhagyott eredményekről. A vizsgázók természetesen már tudják a pontszámaikat, hiszen megtörtént a megtekintés, de ezek egyrészt csak javasolt pontszámok, másrészt, és ez a fázis éppen most zajlik, ha a javítással kapcsolatban észrevételük van, akkor arról szóló döntésről is ezen a nyitó értekezleten értesülhetnek a vizsgázók, amelyet a Teams-en keresztül követhetnek. Tehát mind a nyitó értekezletet, mind az eredményhirdetést, azaz a zárót lehet majd a Teams-en keresztül követni. A kormányhivatali vélemény szerint természetesen az is elképzelhető, hogy az eredményhirdetőn nem vesz részt mindenki. A hiányzókat jegyzőkönyvbe kell venni, és azt is beleírni, hogy a vizsgázók hogyan jutnak hozzá a bizonyítványokhoz, írja a kormányhivatal. Ennek a részleteiről az érettségizőink alapos tájékoztatást kapnak. Ez a hétvége a lelki és a szellemi feltöltődésé. Kívánok mindenkinek békességes és bensőséges pünkösdöt. Kedden találkozunk. Áldás békességet!